Üdv, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan fejleszd az angol szókincsedet. Azt vettem észre, hogy nagyon sok tanulónál jelent egy visszatérő problémát, hogy nem tud elég angol szót, és nem elég változatos a szókincse. Ez részben azért van, mert a magyar diákok többsége számára sajnos, a szótanulás az egyáltalán nem egy örömteli folyamat. Ugye állandóan szódolgozatok vannak az iskolákban, a gimnáziumban, a nyelviskolában, hallottam olyan esetekről, hogy ha 10-ből egy szót nem tud, akkor egyest kap a diák. Tehát ez az egész szótanulás egy kellemetlen, frusztráló emlék, vagy egy frusztráló esemény, és nem egy új, izgalmas kaland, egy valami új, valami izgalmas felfedezése az emberek számára. Ezért szeretnék megosztani néhány olyan módszert, ami változtat ezen, és ami segíthet abban, hogy az új angol szavak megtanulása az újra egy örömteli folyamat része legyen. 1. Olvas minél többet angolul. Igen, az új szavak és az új kifejezések megismerésének a legjobb módja, ha minél többet olvasol angolul. És itt most egyáltalán nem az angol nyelvkönyvek egyoldalas vagy féloldalas, olykor nagyon-nagyon unalmas cikkeire gondolok, hanem valami egészen másra. 2. Olvas valami olyat, amit már ismersz, ami nem teljesen új számodra. Tehát gondolj egy olyan könyvre, amit már olvastál magyarul, vagy esetleg egy olyan angol könyvre, amiből készült egy film, amit láttál a moziban, vagy a tévében. Tehát az a lényeg, hogy nagy vonalakban már ismered a cselekményt, ismered a helyszíneket, ismered a karakterek jellemét, tehát könnyebb lesz megértened az eseményeket, és nem fogsz elveszni a részletekben. 3. Amikor olvasol, nem kell, hogy minden egyes szót megérts. És ez nagyon fontos. Megint egy iskolai példát hozok. Nagyon sok tanár azt mondja, hogy amint meglátsz egy ismeretlen szót, azonnal szótáraszt ki. És a kezdeti szakaszban, de később is nagyon-nagyon sok ismeretlen szó lesz számodra valószínűleg egy angol könyvben. És ez az állandó szótárazás, és ez az állandó fék és megállás, hogy megállsz, megnézed, megpróbálod megérteni, tovább mész, újra megállsz, ez kiöli a mókát és a jókedvet az egész folyamatból, az egész olvasási folyamatból. Pedig itt pontosan az a cél, hogy minél jobban szórakozz, hogy jól érezd magad, miközben olvasol. Tehát én a következőt javaslom, olvasd el az egész mondatot, és az utána következő mondatokat. Ha sikerül nagyjából megértened annak a bekezdésnek a lényegét, akkor rendben van. Akkor oké vagy, és mehetsz tovább. Ha nem érted meg, hogy miről van szó egyáltalán, és ez egy fontos rész, vagy egy fontos szó a cselekményszában, akkor igen, nyisd ki a szótárat, a könyvet, vagy egy elektronikus szótárat, és próbáld meg lefordítani azt a szót. De még egyszer mondom, nem kell minden szót ismerned ahhoz, hogy olvass. 4. számú javaslat. Ne akarj túl sokat markolni. Van egy olyan, nem is egy olyan diákom, aki egyszerre több könyvet olvas angol nyelven párhuzamosan. És én nagyon örülök, hogy megszerette az olvasást, de ez lehet, hogy túl sok. Ugye van az a magyar mondás, hogy aki túl sokat markol, az keveset fog. Tehát inkább az lenne a lényeg, hogy merülj el egy adott könyvben, és ha végeztél vele, akkor jöhet a következő olvasmány. Tehát itt, ebben a folyamatban az a hosszú távú cél, hogy
hogy megszeresd az olvasás folyamatát, hogy ez egyfajta napi rutinná, egy napi cselekményé váljon, hogy te olvasol angolul, és nem az a cél, hogy belezavarodj a különböző karakterekbe, a különböző cselekményszálakba és a különböző helyszínekbe. Tehát még egyszer, én azt tartom jónak, hogyha elolvasol egy könyvet, ha nagyon élvezed, akkor fejezd be 2, 3, 4 vagy 5 nap alatt, és amint végeztél vele, kezdj egy következőt. 5. tanács. Kezd kicsiben. És megint hadd hozzak egy személyes példát. Az egyik diákom nagyon hosszú éveket kihagyott az angol nyelvtanulásban, de nagyon-nagyon lelkes volt, megfogadta ezt az olvasási tanácsot, és rögtön a Gyűrűk urát kezdte el angol nyelven olvasni, mert nagyon szerette a filmet. És 3 nap múlva abba hagyta az egészet, és letette a könyvet. Tehát, ha kezdő vagy újrakezdő szinten vagy, akkor nem kell, hogy túlságosan magasra tedd a lécet saját magadnak. Tehát még egyszer mondom, az a cél, hogy az olvasás, az angol nyelvű olvasás egy rutinjá váljon. Tehát nyugodtan kezdhetsz mesekönyveket vagy képregényeket olvasni, egyáltalán nem ciki, aztán szép lassan jöhetnek a könnyebb regények, és aztán a végén jöhet a Gyűrűk ura trilógia, mind 3 könyve. És a 6. és egyben utolsó tanács, és a végére hagytam a legfontosabbat, olyasmit olvas, ami érdekel. Csak olyat olvas, amit érdekel. Nem az számít, hogy milyen hosszú a könyv, nem az számít, hogy milyen nehéz, hogy hányszor van benne a szenvedő szerkezet, az számít, hogy amit olvasol, az lekössön és érdekeljen téged. Ez tudom, hogy elég logikusan hangzik, de mégis nagyon sokan ignorálják ezt a tanácsot. Tehát, ha sci-fi érdekel, akkor olvas sci-fi novellákat. Ha Marvel képregények érdekelnek, akkor olvas angol nyelven Marvel képregényeket. Ha manga érdekel, akkor olvas mangát. Sokkal valószínűbb, hogy nem hagyod abba az angol nyelvi olvasást 3 nap után, ha érdekelnek a karakterek, ha érdekel a sztori, és hogyha tetszik az, amit éppen olvasol. Nos, akkor foglaljuk össze ezt a mai videót. Ahhoz, hogy új szavakat és új kifejezéseket ismerj meg angol nyelven, ahhoz minél többet kell olvasnod angolul. Hogy tudod ezt megtenni? Olyan könyveket olvas, amiket már ismersz, amelyeknek a sztoriát már ismered, vagy amiket már láttál filmen. Nem kell minden egyes ismeretlen szót kiszótáraznod, tehát az a lényeg, hogy haladj a könyvben. Ha abszolút nem ismered az adott kifejezést és nem érted meg a lényegét, akkor szótáraszt ki. Ne akarj túl sokat markolni, ne akarj több könyvet egyszerre olvasni, mindig egy konkrét olvasmányra koncentrálj. Kezd kicsiben, nyugodtan kezdhetsz mangákkal, képregényekkel, mesekönyvekkel, és aztán jöhetnek a komolyabb olvasmányok, és csak olyat olvas, ami érdekel. Nos, hogyha követed ezeket a tanácsokat, akkor sokkal könnyebben és hatékonyabban fogsz majd új szavakat elsajátítani, és ez az egész szótanulás, ez nem egy frusztráló, gyomorgörcsös rémálom lesz, hanem egy új, izgalmas kalandnak a része. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Ha szeretnél még angol nyelvtanulással kapcsolatos tippeket és trükköket kapni, akkor ne felejts el feliratkozni erre a YouTube csatornára, és arra is szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót a barátaiddal és az ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!